Tóth Barna az alábbi gondolatokkal köszöntötte a szalagavató résztvevőit. Az ünnepeltek pedig ti vagytok, kedves végzős tanítványaink, valahol az érettségire való felkészülés legfontosabb időszakának küszöbén, valahol a gyermekkor, az ifjúkor és a felnőttkor határán. Szüleitekkel, családjaitokkal, meghívott vendégeitekkel együtt mi is szeretetteljes büszkeséggel tekintünk rátok, de a nemes érzések közé ezúttal nem kevés aggodalom is vegyül. Olyan aggodalom ez, amelyet a körülöttünk lévő nagyvilág generált bennünk az elmúlt időszakban az egészségügyi történésekkel, egy háború közelségével és az ezekből is adódó gazdasági bizonytalanságokkal. Ide kell azonban sorolnom azt az egyre erőteljesebben teret hódító gondolatrendszert is, ami szinte minden korábbi értékünket támadni igyekszik, legyenek azok hagyományos családi szerepeink, hazaszeretetünk, vagy legyen az éppen keresztjén mi voltunk. Mintha csak Áprili Lajos költőnek, a kolozsvári református kollégium egykori diákjának sorai kezdenének valóra válni, aki Új középkor című versében a következőképpen fogalmaz. Testvér, a földről szökni kezd a fény, s goromba gyolcsig vedlik itt a pompa. Törd össze tükröd, vesd le álruhád, nincs menedéked, csak a katakomba. Palotáidba csóvát sújt a szél, csillárodat egy vak villám kioltja. Készíts kanócot, s gyűjtsd a mécs olajt, sötét világ a sírok kriptaboltja. Elismerem, a felvázolt kép igen sötétnek, félelmetesnek tűnhet, első gondolatra talán nem is igazán illik egy ilyen szép alkalomhoz. Azonban nem kell, hogy mindez beteljesedjék. Az idézett szakasz utolsó mondata arra biztat, hogy gyűjtsetek mécsolajat. A nem sokára bemutatásra kerülő irodalmi összeállításban ti magatok beszéltek majd nagykunsági kötődésetekről, magyarságtudatról, Isten hitről, Isten iránti háláról, vicces, humoros vagy éppen felnőttes gondolataitokról, valamint arról, hogy lehet és érdemes megküzdeni az álmaitokért. Mi pedig akarjuk, hogy ilyenek legyetek, kívánjuk, hogy így tudjátok élni az életeteket. A sötét köntösbe öltöztetett veszélyek valóban komolyak, valóban igaziak, de imádkozunk azért, hogy meg tudjátok őrizni, és gyermekeiteknek is tovább tudjátok majd adni mindazokat az értékeket, amelyekért elődeitek, elődeink is megküzdöttek ezen a szülőföldön. A sötét középkor megidézése jelképértékű, a mai világ azonban valóban a lelkeiteket támadja, valóban a lelkeiteket akarja megkaparintani. Áprili Lajos idézett verse az új középkor viszont így zárul, sorsszánt feletted, romlás tornyosul, a végítélet részeg lábatomból, s mint újszülött hang, győztes érdesen, új lélek Krisztus hangja sír a romból. Kedves tanítványaink, ti vagytok az új lélek, ti legyetek azok, akik Krisztus hangon akartok megszólalni. Ti tudtok ugyanis a legtöbbet alakítani azon a jövendőn, amelyben élnetek kell. Ehhez a nemes küzdelemhez szeretnélek biztatni benneteket, a sötétség rémképének teljes ellenpontjaként református gimnáziumunk etanévre választott bibliai vezérigéjével, amely Jeremiás próféta könyve 29. részének 11. verséből szólít meg mindannyiunkat így, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Az ünnepi gondolatok után feltűzte a végzős osztályok képviselőinek a szalagot, majd a diákok tűztek szalagot az iskola vezetés és az osztályfőnökeiknek. Ezt követően a 12. A osztályfőnöke Major János és a 12. B osztályfőnöke Tóth Orsolya és Türke Beáta a 12. C osztályfőnöke tűzött szalagot tanítványainak. A végzősök Kezdjetek el élni című irodalmi műsorral kedveskedtek szüleiknek.
A műsort összeállította, valamint a diákokat a szereplésre felkészítette Szabó Júlia Ildikó és Kentés Irenáta, a Halleluja című dalt Házi Sárai Mária. EFAMI magánének tanára tanította, zongorán kísért Rabzita Mónika, az EFAMI zongoratanára. A közös dal elhangzása után a szüleiknek egy-egy szál virágot adtak át a végzősök, majd következett az osztályonkénti tánc. A diákok az est végén közös keringőre kérték fel szüleiket.